Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában szó lesz tánciskoláról, borokról, a Ridenc jubileumáról, és hajápolási tippeket is adunk majd a nyára, de először Nyíregyháza egyik emblematikus város részéről, a Józsavárosról, és történelméről derítünk ki mindent, és Gábor helytörténés segítségével. Jó estét, szervusz Gábor! Szervusz. Hát azért akadtam meg egy pillanatra, mert hogy a mindent az valószínűleg nem fog beleférni ebbe a műsorba, és hát gondolom, hogy te rengeteg mindent tudnál mesélni. Miért éppen a Józsaváros az, ami mondjuk számodra egy érdekes része Nyíregyházának? Hát ez lehetne akár egy személyes vonatkozás is. Ott alapítottam a családot. Tehát van némi kötődésem a városrészhez. És hát érdekelt a történelme, hogy tulajdonképpen ez a panelrengeteg az miből nőtt ki. És kiderült, hogy persze megírták ezt már történészek előttem korábban, tehát nem én nyomoztam ki. Kiderült az, hogy itt volt Nyíregyházának a legrégibb szőlőskertje. És 1971 és 78 között ebből a szőlőskertből nőtt ki ez a panelrengeteg. Mi volt a legelső, vagy melyik volt a legelső épület? A legelső épületet 1971-ben kezdték a munkálatokat, 72-ben már átadtak egy épületet. Igazából melyik volt az első, azt nem tudom, de az biztos, hogy az a Robinson dom mögött található 10 emeletes épület, az egy meghatározó volt, és azt hiszem aztán a 74-ben adták át. Hogyha már említetted a Robinson dombot, ugye ez is egy nagyon különleges pontja Józsavárosnak. Én emlékszem, hogy még az én gyerekkoromban is ott ugye imádtunk szánkózni, általában a fiatalok szívesen találkoztak, és még ma is sokszor megpróbálok olyan szemmel nézni erre a városrészre, mint hogyha most érkeznék a városba, és tényleg az ott egy nagyon letisztult, hatalmas terek vannak, sok zöld felület, tehát mindez, amit a lakótelepekről gondolunk, annak éppen az ellenkezője. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ott például, tehát ha a lakótelepen kellene élnem, akkor ott a domb környékén nagyon szívesen élnék. Az egy szép rész. Mondhatnánk azt, hogy ez a Robinson domb, ez megőrzött valamit azokból a homok buckából, amik voltak ott a szőlőskertek idejében. Ugye 71-ben, amikor elkezdődtek a munkálatok, akkor ledúzerolták az egész területet, előkészítették a terepet, és ez a Robinson domb, hát mindegyzetnek elpusztított domboknak a emlékét őrzi, és valóban a lakótelepen élők számára egy olyan találkozási pont, olyan kikapcsolódási lehetőség a gyerekek számára, téren is lehet szánkózásra igénybe venni azt a lehetőséget. És egyébként, amit 78, amikor átadták a városrész, lehet ezt mondani, akkor Nyíregyházát emiatt egy híd éremmel is kitüntették. Ezt a Magyar Urbanisztikai Társaság alapította ezt az érmet 68-ban, és 10 évvel később megkapta Nyíregyháza, és az indoklások között ott szerepel, hogy a régi és az új városrészetnek az együttese, az ember és a természetnek a szép kialakítása, és ehhez a Józsaváros is belevették. Közben a nézők itt gyakorlatilag hát archív fotókat láthatnak a Józsavárosról, és itt a képek között fölbukkant egy ilyen furcsa szoborszerűség, két címeres nyomott téglát láttunk. Mi ennek a története egyetlen? Ez pontosan hol található a Józsavárosban? Ez a Május 1 téren található, a Robinson domb mögött, ti területen. Hát érdekes annak, ez egy ipari emlékmű. Barzó Mihály, a BM monogram az Barzó Mihály nevét tedi. Barzó Mihály téglagyára volt Bújtoson. Ő volt az, aki Nyíregyházát a homok rengetegből nagyvárossá építette, hogy egyik történetéről megfogalmazta róla, és ugye ez a 78-ban átadó panel rengeteg, tehát tulajdonképpen ez a BM monogramú feliratú két tégla, ez a múltat és a jelen köti össze. A régi nagy építőmestert, a Barzót, és a jelen városnak az építőit. Tulajdonképpen, ahogy említetted, ugye a 70-es években kezdett el épülni a Józsaváros, és aztán folyamatosan duzzadt, terebélyesedett. Még ma is tart gyakorlatilag magának a lakótelepnek a fejlődése, az építése? Én inkább azt mondanám, hogy a felújítása. Tehát az folyamatos. Volt egy nagyobb 2007-2008-ban uniós pályázatból. Hát tulajdonképpen a fő részét, az Ungvár sétányt újították föl. Nem mindenki tesztését nyerte el ez a történet, valakinek nyilván igen, de azóta hát ilyenek, hogy a központi
fűtés, nyilázáró cseret által a panelprogram keretében történnek még ilyen megújítások. Maga ugye a lakótelepi élet egy kicsit összefüggött a szocializmusnak a korszakával, ugye akkor nagyon sokan költöztek be a városba, a fiatalok már szakítani akartak akár a hagyományokkal, a tradíciókkal, egy másik fajta életformát kezdtek el követni. Utána pedig jött egy nagy hullám, amikor megint mindenki a zöldbe vágyott, és kertvárosokba költöztek, és azok, akik ott maradtak a lakótelepeken, azok vagy nem tudtak mondjuk kertesházba költözni, vagy esetleg nem volt kedvük ugye állandóan kertészkedni és dolgozni, közben pedig mintha egy picit el is öregedtek volna a lakótelepen, tehát maga ugye a lakosság, hogy látotta ezt most, mennyire tud megújulni mondjuk a lakótelepi életforma, vagy esetleg most már ebben a nagyon rohanó világban ismét egy kedvelt lakóhely lesz mondjuk ilyenfajta épületekben lakni? Hát annak idején, mikor ez a városrész létrejött, akkor a mindenféle ember, tehát a egyszerű munkás embertől főiskolai tanárig, tehát mindenki megtalálta maga helyét. Nyilván ez azóta cserélődött. Most biztos sokan albéletbe adják. Nem tudom, milyen fiatalság szempontjából mennyire, de biztos vannak ott sokan fiatalok is, akik ott élnek. Említetted ugye, hogy személyes elhivatottság vagy családi történet van gyakorlatilag a te kutatásaid mögött. Nyíregyházának mely pontjai azok, amelyek még közel állnak a szívedhez, és mondjuk sok időt és energiát töltöttél magának a városrésznek a történelmének a felkutatásával? Hát minden héten egy-egy ilyen felfedezés számomra, hiszen a Nyíregyházi Naplóban van egy sorozat, az amiről az utcák mesélnek, és abban mindig egy-egy város rész, egy-egy érdekes személyiség, esemény az, amelynek kicsikét utána nyomozok a történetének, és megpróbálom megfogalmazni. Igazából, amik engem érdekelnek a város történetből, azok az emlékjelei, a szobrok és az emléktáblák. A Józsavárosnál maradunk, sajnos Józsaváros az kicsi szobrokban nem annyira gazdag, sőt mondhatnám, hogy szegényes, hiszen a névadónak Józsa Andrásnak található ott mindössze egy szobra, lehetne azzal is egy kicsikét gazdagítani ezt a városrészt. Gábor, egyébként igen, mi motivál, mi ösztönöz? Vannak visszajelzések, akik így azt mondják, hogy köszönjük, hogy tényleg ezt teszed, vagy csak benned van valami tűz, ami oldhatatlan? Legutóbbi, legfrissebb élmény, most, ahogy jöttem ide, megszólalt egy ismerős idősebb hölgy, hogy olvasta az előző írást, és neki lenne hozzáfűzni valója, csak azért nem folytatott tovább beszélgetésre, mondtam, hogy akkor el fogok késni. Tehát folyamatosak a visszajelzések vannak, és örömteli számomra, hogy sokan, tehát akik megtalálják itt a városban a gyökereiket is akár, meg a jelenüket is, tehát azok számára ez a város történetnek, egyes szeretének az átadása, ez egy oda-visszaműködő dolog. Tehát jó az, aki olvassa, meg hát nyilván jó nekem is, hogy erről érkezik visszajelzés. Hát köszönjük szépen, Gábor. Gondolom, hogy a Móricz Zsigmond Színház környékén is gyakorta sétálsz, és rengeteg dolgot tudnál mesélni, de a következő percekben átadjuk a terepet, hiszen a Móricz Zsigmond Színház művészeivel fogunk beszélgetni. A Kindru Szemese és Fekete Gábor alkotta ének-gitár formációt alig ha kell bemutatni Nyíregyházán. Kellemes hangulatú műsorukban az általuk kedvelt előadók dalait dolgozzák fel. Repertoáruk széles skálán mozog. A bossa novától az alternatív rockig, a szóltól minden zenei stílusból szívesen válogatnak. A Melens Dúó zenés estjét június 4-én este 19:30-tól láthatja és hallhatja a közönség a Bencs Villában. Június 14-e és 16-a között fergeteges programkavalkád vár mindenkit Vásárosnaményban, a Zoárd napi sokadalomban. Vidámpark, romkocsma, népművészeti és kirakodóvásár, sétahajózás és koncertek. Fellép többek között Pápai Joci, a Four for Dance, a Kowalski Megavega, Kovácsovics Fruzsina, Sasvári Sándor, musical és magyar slágereket adnak elő Szabolcs megye lordjai és a Millédik.
A komoly komló között nem marad senki árva, hisz van annyi árpa, azt se hiszi el, aki ma látta. Ma látta reggelre, estére világos, jobban esik vele a burger meg a lángos. Idén is Európa legfinomabb csapolt és kézműves sörei, és több mint 25 fajta magyar sör várja az ital rajongóit június 21 és 23 között Debrecenben. A család, kutya és sörhas barát rendezvényt Gangsta Zoli és a Kártel koncert színesíti. Hatalmas buli lesz Kisvárdán. Július 4-e és 6-a között rendezik meg az 5. Lesz Festet. A családias hangulat mellett igényes zene várja majd a bulizni vágyókat. Erről többek között olyan fellépők gondoskodnak, mint Majka, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz, a Paddy and the Rats, Chris Lawyer, az Álmokfutók, a Cosmix vagy Red Foo. Felkészültél egy újabb kalandra? Kosik Anita és Gulácsi Tamás a magánéletben már régóta egy párt alkot, a színházban azonban még csak most lett erre lehetőségük, méghozzá a Delia szereplőiként. Jó estét, sziasztok! Jó estét! Hát gondolom, hogy nyilván nagyon izgalmas helyzet. Gyakorlatilag azt mondja szerintem sok ember, hogy milyen könnyű, hát nincs más dolgotok, mint hogy mindazt, amit megéltek a hétköznapokban, azt egy picit a darabba ágyazva megjelenítsétek nem a színpadon. Nem ezt éljük meg a hétköznapokban. Na, meséljetek. Vagy mi az, ami, miről szól maga a darab először is? Hát egy szerelmi sokszöggé fajul a dolog, de azért próbáljunk úgy beszélni, hogy nem árulunk el olyan titkokat, amit a nézők kedvét szegné, hogy megnézzék az előadást. Hát mi az alapszituáció az, hogy Virág László nyer a lottón, nyer 38 000 pengőt, ami egy elég nagy összeg volt abban a korban, amikor játszódik. És van egy szolgáló lányuk, úgymond. Egy pincérlány, így van. Van egy csárdánk. Uh-huh. Igen, van egy csárdánk, és a Virág László hát viszonyt folytat ezzel a hölgyel, akinek amúgy meg szintén van egy vőlegénye már. Szóval ezért sokszög. Ezért sokszög, és még vannak még dolgok. Elrejtve dolgok. Hát végül is ez a kiindulás, és akkor ebből jönnek a bonyodalmak. Igen. Tehát gyakorlatilag akkor ezért is kikéritek magatoknak, itt nálatok két szög van, igen. Nincsenek különböző kalandok, de hát mégis ugye maga a házasság, illetve a szerelem, mint olyan, az megjelenik a ti életetekben és a színpadon egyaránt. Egy picit lehet arról beszélni, hogy mondjuk színészként, és tényleg két olyan ember, aki szereti egymást egy ilyen előadásban, ahol házasokat is kell alakítani. Mondjuk hogy néz ki? Másképpen próbáltok, mint egy másik darabban, ahol mondjuk nem házaspárt alakítottok? Nem, mert ugyanúgy viszonyokat kell csinálni. Csak mit tudom én, hát néha nem a Tomival, vagy legtöbbször nem vele dolgoztam eddig, de ugyanolyan szerelmi, nem szerelmi, anyai, gyermeki, stb. Viszonyokat kell boncolgatni mindig, és teljesen mindegy, hogy ki a partner, vele kell dolgozni. Igen, talán annyi a könnyebbség, hogyha már mindenáron ki akarjuk hangsúlyozni azt, hogy mi a magánéletben is házastársak vagyunk, hogy bizonyos helyzetekben mondjuk komfortosabban érezzük, igen, magunkat a színpadon, könnyebben érintjük meg egymást, vagy egész egyszerűen, mit tudom én, hamarabb észleljük a másik rezdüléseit, jobban ismerjük a másikat, tudjuk egy nézésből, hogy jó, most ő ezt akarja, vagy most ebben az állapotban van. Tehát ilyen szempontból könnyebbség, de amúgy más embereket kell eljátszanunk a színpadon, tehát valóban ugyanúgy feladat. Azért izgalmas ez ugye a nézőknek, mert például filmforgatásokkor ugye nem általában, például mondjuk itt hollywoodi filmekre gondolok, sokszor szerelem szövődik a hétköznapi életben, és akkor ebből mindenféle ajtócsapkodások és akár aktuális ámvállások is lehetnek. Ez lenne, akkor nem igen maradnának párok, akik színészek. Tehát, hogyha az összes olyan alkalommal valóban halálosan beleszerettem volna, és viszont a partnereimbe, akkor tehát azt nem lehet, hát ez egy 6-7-es... Folyamatosan mindig. Akkor a következő. Igen, és akkor, tehát, hogy nem tudom, évente 4 csávót elfogyasztani, igen, vagy nőt, ki tudja, mit játszunk, ugye, vagy darabonként 3-at, tehát, hogy az úgy nem, azt nem lehet csinálni, meg kell tartani egy olyan egészséges, és ez munka egyébként, nagyon, nagyon kemény munka, hogy reggel és este mi vagyunk. És akkor abból a biztonságos helyzetből, amit mi megteremtünk magunknak direkt, abból el lehet menni színpadon dolgozni mást. Mi van, igen,
Csak annyit akartam mondani, hogy ez ugyanúgy a szakma része, tehát ez a szakmánk része. Tehát a színpadon megélünk érzelmeket, és ez a feladatunk, hogy eljussunk egy próba a folyamat alatt, hogy azokat ki tudjuk magunkból hámozni, akár a másik ember felé is. De igenis a szakma része az, hogy letegyük azt a szerepet, amit játszunk, és itt most nem csak arról beszélek, hogy valaki egy szerelmes párt alakít a színpadon, ha én egy pszichopatát, vagy egy gyilkost, vagy egy elmebeteget játszok, akkor lehetetlen az, hogy akkor én utána a hétköznapokban így viselkedek. Egyszer, jó, nyilván egy előadás után is van egy kifutási idő, amikor az ember nem azzal, hogy lejön a színpadról, átöltözik és megiszik egy zsálya teját. Vagy... Igen. Tehát, hogy nyilván van egyfajta kifutás, amíg az idegrendszer megnyugszik, de hát nyilván minél idősebb az ember, vagy minél többet játszik, ez annál könnyebbé válik, úgymond, vagy legalábbis már jobban ismeri ezt a szituációt. Már meglátjuk, mert ezt 30 év múlva arról beszélgetünk. Majd akkor bejátsszuk ezt a kis mostani beszélgetést. Igen, talán azért nehéz már lejönni a színpadról, valóban visszavedleni hétköznapi emberi. Egyetlen nehéz elképzelni, hogy ti színészek tényleg visszatudtok változni valóban emberre, már bocsánat, igen, nem igen. Úgy emberekké, tehát hétköznapi emberekké, és valahol olyan, mintha azért ezek a szerepek mindig egy picit vagy hozzáadnának, vagy árnyalnának a személyiségetekhez, és sőt, ha még hazamentek, akkor nagyon nehéz letenni ezt a munkát, hiszen ha egy orvos hazamegy, nyilván nem folytatja a műtétet, de hát a szerephez való felkészüléshez meg óhatatlan, hogy otthon is gyakorolni kell. Igen, de hogyha alapvetően azon dolgozom, hogy a mentális állapotom rugalmas legyen. Tehát ez szerintem elengedhetetlen, és egyre fontosabbnak látom, ahogy most kezdenek működni ezek a dolgok nálam, most valahogy így összeért egy pár szál, hogy bele kell dögleni, de nem úgy, hogy aztán állandóan elpusztuljak, hát úgy nem lehet élni, vagy ne adj Isten lenne egy gyerekünk már, hát azt nem lehet vele csinálni, hogy én nem tudom, Lady Macbeth vagyok, és elpusztítom, vagy szóval ilyen nincsen. És várj, csak azt akartam mondani még, most ki is csúszott a fejemből, de mindjárt szembe jut, hogy igen, hogy ez is egy ilyen tök dinamikusan változó dolog. Nem mindig tart valami ugyanannyi ideig. Van olyan előadás, amiből könnyű kilépni, és van, amiből nehezebb kilépni. De ha nem akarok kilépni, az azt jelenti, hogy egy másik ember életét akarom élni, mint a sajátomat. Uh-huh. Hát az hülyeség. Hát a saját életem az tök jó. És akkor megtehetem azt, hogy kiállok jelen esetben egy Marianne nevű férjes asszony mellett, és teljes erőbedobásommal mellé állok. És ebből esetleg tanulhatok is. Tehát amit mondtál, hogy árnyal, meg hozzánk tesz meg minden, igen, persze, hiszen olyan szituációkat csinálunk, amit esetleg életben nem. És akkor megnézhetem, hogy mi tör föl, mi jön ki belőlem. Arról például tudunk beszélni, hogy ez mi. Vagy hogy ezt a mi életünkben hogy lehet csinálni, ha egy ilyen dolog fölmerül, legyen az bármi. Tehát ilyen értelemben nagyon lélektisztogató dolog ilyesmivel foglalkozni, hogy egy másik ember mellé állni. Sajnos az időnk az nagyon fogy. A nézők még most addig, ameddig a színház nyitva tart, meddig láthatják az előadást színpadon? Egy darab előadás lesz magán a színházon belül, és utána a szabadtéri színpad fog ezzel nyitni, és aztán a következő évadnak az első nagy színpadi bemutatója ez az. Tehát igazából jövőre. De most így saját magunknak bemutatjuk, hogy most ez van, és akkor utána, tehát házi főpróbát csinálunk, és akkor utána jövőre lesz. És előtte pedig június 14-én a szabadtérin. Hát akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és a nyárra pedig nagyon sok olyan napot, amikor ezt a nagyon jó életet élhetitek egymással. Sok örömet ehhez. Nem tudom, a bort szeretitek? Igen. Na, én vagyok boros és sörös. Mert hogy a következő percekben viszont már nem színházi pesgőkkel, hanem borokkal folytatjuk. Ugyanis a tokai bornapokról beszélgetünk hamarosan. Ha nyár, akkor barack. Július 6-án már a 8. Gönczi Barack Vigasságra várnak mindenkit Boldogkővár alján. Több mint 20 program és szakács, 6500 kupica pálinka és 1200 barackos gombóc. Zenei és gasztronómiai különlegességek az egész család számára.
Újfehértó város önkormányzata immár negyedik alkalommal szervezi meg az Újfehértói Fürtös Fesztivált. Várnak mindenkit, aki szeretné megkóstolni az újfehértói fürtös medgyet, a helyi termelők által készített finomságokat és az ős magyar ételeket, illetve azokat is, akik mulatni szeretnének. Erre Mário, a Desperado, Dérheni, Csordás Tibi és a Magna Cum Laude koncertje ad majd lehetőséget július 6-án Újfehértón. Ismét motorbőgéstől lesz hangos és gumiégetéstől szagos a Mária Pócsi Rabócsi Ring július 14-én. Ekkor rendezik meg a Szabolcsi Tuning találkozót és retromobil kiállítást, ahol mindenkinek ott a helye, aki szereti a gyorsulást és a ladákat. Debreceni bor és jazz napok augusztus 1-től 4-ig. Gastro Jazz Jambori a Békástó partján a legszebb magyar borok és jazz muzsika jegyében. 80 hazai borászat, 200 jazz muzsikus, 40 koncert, 5 programhelyszín és kézműves vásár várja az érdeklődőket. Fehér borok színes kultúra, idén is ez a Tokaji Bornapok szlogánja, a június 7-e és 10-e közötti programokról az egyik szervező Erdős József mond el nekünk mindent, rengeteg mindennel érkezett, többek között bort is hozott, úgyhogy azt is mondtam viccesen, hogy szeretjük azokat, akik borral érkeznek és üresen távoznak. Kedves Józsi, milyen bort hoztál? Rögtön a lényegre térnék. Nyilván Tokajban mi más hozhatnánk, mint fehér bort, ez egy tokai fúr, mint ez egy száraz bor. Ez a Tokajváros bora, ennek egy üzenetértéke van méghozzá az, hogy a 7-e és 10-e, tehát jövő hét hétvégén, a pünkösdi hétvégén megrendezendő tokai bornapok, most már olyan 10, de inkább 15 éve a polgármesterek borának a átadási ceremóniájával kezdődik. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy Tokaj hegyalján 27 település van. Ennek a 27 településnek a polgármestere, képviselője, tehát valamilyen szintű vezetője, jelképesen a tokai születőnapokon, ez mindig október első hétvégéje, összead szöllőt és asszút. Majd ebből a szőlőből és asszúból nyárra elkészül a polgármesterek bora. Ez egy bor különlegesség, ez kereskedelmi forgalomba nem kerül, ez kizárólag reprezentációs célokat szolgál, és hát nyilván a település vezetők ezzel próbálnak kedveskedni, ezt próbálják ajándékba adni, és ennek már mondom több mint 10 éves hagyománya van, ez egy nagyon jól bevált dolog, ez jól működik, úgyhogy ezt a hagyományt természetesen megtartottuk. Abból azért nem lesz az idei, illetve hát a tavalyi végül is az eléggé napsütéses nyár volt. A tavalyi termés nagyon-nagyon jó volt, arra nincs panasz. Ugye az idejéről még elég korai nyilatkozni, azért ez a sok májusi eső nem feltétlenül tesz jót a szöllőnek sem. A tavalyi az egy nagyon jó bor volt, és annyira népszerű volt, hogy például nálunk Tokajban a mi általunk kapott készletből már nincs is. De nem tiltátok nem, meg. Nem, ajándékba osztottuk. Ami pedig hoztam, az pedig a városbora. Ez is egyfajta különlegesség, viszont ez csak helyben termett. Na hát én a múlt hét végén a Ringa Pikniken jártam Tokajba, szédítő idő volt, egy gyönyörű volt maga a Tokaj város, a főtér tele volt minden emberekkel, úgyhogy ez már úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jel, valószínűleg most is minden 4 napon zsúfolásig telve lesznek az utcák és a különböző szórakozó helyek vagy helyszínek. Tehát hoztál ide rengeteg plakátot, meg szóróanyagot, és mondod, hogy puskázni fogsz belőle, ami szerintem totálisan megengedhető, lévén, hogy 4 nap és több színpad. 4 nap és 3 színpad. Ez a rendezvény, ez egészen tavaly előttig egy pár ezer fős látogatottságú kis egyszínpados fesztivál volt, és egyszer csak elkezdett nőni. Uh-huh. Nyilván nagyon sokan dolgoztunk ezen, az elődeink is nagyon sokat tettek ezért, viszont az utóbbi 2-3 évben egy körülbelül 10-12 ezer ember tett látogatást a 3 nap alatt. Ugye most 4 napos lesz, hiszen a pünkösdi hétvégén úgy készültünk, hogy még hétfőre is kínáljunk programot. Valójában a 3 színpad az azt jelenti, hogy szombaton és vasárnap üzemel 3 színpad, amikor a legtöbb vendéget várjuk. Hétfőn és az azt megelőző pénteken pedig 2 színpaddal, egy nagy színpaddal, egy fesztivál színpaddal és egy borterasszal működünk, és tényleg próbáltunk nagyon-nagyon vegyesen összeállítani a fellépőket. Cél volt az, hogy mindenki, aki Tokajba érkezik, vagy helyi, az találja magának olyan koncertet, olyan fellépőt, aki neki tetszik. Szédítő fotókat is látunk itt, és azt el is felejtettem kérdezni, hogy milyenek voltak az előzőek, de hát ugye már mondtad, és látszik minden képről, hogy csodálatosan elkapott pillanatok, jó hangulat, jó idő,
és nyilvánvalóan jó borok, amelyek azért elengedhetetlen kellékei a szórakozásnak. Hol lesznek pontosan a színpadok? A színpadok azok a Tokaji főtér, a Tokaji Kossuth tér környékén vannak. Ez ilyenkor egy fesztivál utcával alakul, van kézműves vásár, van gasztró rész, és természetesen a borok sem maradhatnak ki. Több mint 10 borászat települ ilyenkor ki, kínálják a legjobb boraikat, és hát a bor mellett egyre nagyobb hagyománya van nálunk is a pálinkának, tehát azt is lehet majd kóstolni. A programok sorát pedig hát tényleg nehéz felsorolni, hiszen olyan sokan vannak, és annyi alternatív kísérő program van, amit feltétlenül mi sem látunk, hát tehát tényleg nagyon-nagyon sok egyéb programot szerveztünk köré. Az idei rendezvény lesz az első, ahol már nemzetközi sztárvendéget is köszönhetünk. Ez a Tokaji bornapokon eddig nem volt, mindig magyar fellépünk voltak, most az első külföldi fellépünk, az Mr. President lesz, ez vasárnap este. Hát reméljük, hogy tényleg vasárnap mindenki ott topzódik majd. Hiszen hétfőn mindenki kell dolgozni. Ja igen, hát persze, akkor nyugodtan alhatunk, de hát ugye hétfőn is folytatódik. Úgy kell ezt elképzelni, hogy jönnek, mennek az emberek, kis boros pohárral iszogatnak, eszegetnek, megállnak a színpad előtt, aztán leülnek, megvacsoráznak, tehát abszolút bármire van lehetőség. Szerintem te már voltál, hiszen nagyon képben vagy. Igen, tehát külön ezekre a rendezvényekre minden évben egy új poharat is készítettünk azért, hogy egyrészt ugye a tokai bort műanyag pohárból inni, hát ez bűn. Emiatt külön üvegpoharakat gyártatunk, ezeket megvásárolhatják a vendégek, és el is vihetik magukkal ajándékba, hiszen minden évre sajátos motivumot készítünk, és ez egyfajta emlék is lehet azoknak, akik a fesztiválra látogatnak, hogy ekkor is voltunk, ebben az évben is voltunk. Mikor készült az első pohár? Az első pohár az 2002 környékén. Hát akkor már gyakorlatilag egy polcot megtölt az, aki tényleg elkötelezett híve a Tokaji bornapoknak. Hát én arra tudok buzdítani mindenkit. Te személyesen egyébként melyik koncertre vagy nagyon kíváncsi? Nyilván Mr. President. Őt már láttam. Igazából a hétvége sorából több mindenki is érdekel. Én a Follow the Flow-t, ugye nem túl régi zenekarról beszélünk, még élőben nem láttam. Ők zárják majd a fesztivált hétfőn este. Kíváncsi vagyok arra, hogy egy zárás, egy záró koncert milyen lesz. Nagyon nagy showval készülnek a srácok. Pont a napokban kaptuk meg a módosított technikai riderét a zenekarnak, hogy külön LED falat hoznak a show miatt. Nos, hát remélem, hogy tényleg az időjárás is kegyeibe fogad titeket, és nagyon sokan lesztek, és most már ez a Tokaji bornapok egy kicsit figyelmeztetés is az időjárás felé, hogy most már legyen tényleg igazi nyár. Árad úgy gondolom a Tisza is, tehát ott azért egy picit óvatosan, legalábbis aki boros pohárra... Van, ott nincs víz. A boros pohárra a kezébe azért senki ne próbáljon most fejest ugrani a Tiszába, arra szerintem még lesz lehetőség a nyár további részében megmártózni, ott is ugye nagyon nagyszerű strand van. Köszönjük szépen, és hát mit kívánjak? Az, hogy maradj itt velünk, töltsd ki a borta kollégáknak, és akkor mi pedig folytatjuk nem sokára, mégpedig a Weekend második részével, ahol akár a Tokaji bornaphoz passzoló frizuratippeket is kaphatnak majd, maradjanak velünk.